Jó estét kívánok, ez a Szempont, a 7.tv politikai magazinja. A jövő évi költségvetéssel és a fák gondozásával is foglalkoztak a képviselők az év utolsó Békéscsabai közgyűlésén. A grémium emellett a Békéscsabai járásban élők egészségével és a Csaba Parkkal is foglalkozott a 6,5 órás ülésen. Az első hosszabb vitát a 2022-re vonatkozó költségvetési koncepció hozta, amelyből már nagy vonalakban látszik, hogy az önkormányzatnak milyen bevételei és kiadásai lesznek jövőre. A koncepcióban megfogalmazott célokkal én magam is egyet tudok érteni, hiszen a működés fenntartása ugye hosszú évek óta első számú prioritás, és sokan azt gondolják egyébként, hogy ez magától értetődő dolog, de én azt gondolom, hogy ez nem teljesen, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy egy felelős gazdálkodásra mind a hivatal, mind pedig az intézmények vonatkozásában ez meg tudjon valósulni, mint ahogy Békéscsabán meg is valósult, és meg is valósul ez a cél. A képviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy milyen pénzügyi veszélyek leselkednek a városra, ilyen például a magas infláció. Például energia, fa, vas, üzemanyag, papír, ezeknek az alapanyagoknak, ezeknek az input anyagoknak az ára 25-75%-kal ment föl. Ezek előbb vagy utóbb meg fognak jelenni a termékek és a szolgáltatások árában, és az idei inflációt simán elképzelhető, hogy meg fogja haladni a jövőjében is. Szerintem erre tervezésnél fontos figyelni. Elkészült a Békéscsabai járás településeinek egészségfejlesztési terve. Ebben a szakemberek arra keresték a választ, hogy a lakosság milyen problémákkal néz szembe, ugyanakkor megoldási javaslatok is születtek. A rossz minőségű utak, járdák, rendezetlen közterület, légszennyezettség, nem megfelelő tömegközlekedés, szolgáltatások nehéz elérhetősége, nagy zaj, a helyi közösségi élet hiánya, szolgáltatások alacsony színvonala. Ha ezeket a kérdéseket veszük, látjuk, hogy az önkormányzat mennyi lépést tett annak érdekében, hogy ez minél jobb legyen. Elkészült az a rendeletterv, amely a Békéscsabán található fák védelméről szól. Emellett az is kiderült, hogy átfogó rendszer készül a városban található növényekről. Most források is állnak rendelkezésre, hogy digitális zöldfelületkataszter, digitális fakataszter elkészítésére kerüljön sor, meghatározva a zöld stratégiába ezt a bizonyos kéréseket is, hogy melyik utcába milyen fák telepítése javasolt egyáltalán, mert a utcaszinten meg lehet ezt tenni, ma is úgy tartalmazza ez a mi kézzel írott fakataszterünk, hogy melyik utcában milyen a javasolt. Az ülésen szó volt arról is, hogy a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT-től a Békéscsabai Városfejlesztési Kft-hez kerül a Csaba Park üzemeltetése. Ezzel kapcsolatban szintén koncepció készült a decemberi ülésre, amelyet néhány képviselő hiányosnak talált. Alapvető dolgok nincsenek leírva, és ilyen lózungok, oldalakon keresztül lózungokat, ilyen marketing mondatokat olvasok arról, hogy ezt milyen hatékonyan kell üzemeltetni. Ezzel nem megyünk előre. A polgármester sem volt maradéktalanul elégedett a dokumentummal, ugyanakkor bizakodásának is hangot adott. Szélesebben láttam volna biztató számokat egy ilyen üzleti tervben, és én mindenképpen szeretném azt kérni, látni. Én most nem teszem ezt módosító javaslatba, de a bevételi előirányzatoknak a megemelését szeretném látni a benyújtott márciusi üzleti tervben. Az ülésen elhangzott, hogy a Csaba Park 2011-es fennállása óta korábban még sosem készült koncepció a komplexum üzemeltetésére. Evidens és érthető elvárás, hogy költséghatékonyan, takarékosan működjünk, és a bevételeket növeljük. Polgármester úr javaslatát természetesen elfogadom, és a márciusi előterjesztésben erre javaslatot is teszünk, de ezek a számok, ahogy mondtam a bizottság ülésen is, a vagyonkezelő ZRT-től kapott számok, tehát ebből indultunk ki. A közgyűlésről készült részletes írásos tudósítást a behír.hu közgyűlés rovatában olvashatják el. Szarvas Péter polgármester a 2022-es költségvetésről és a fák gondozásáról beszélt sajtótájékoztatóján. A városvezető elsőként a 2022-es költségvetés tervezéséről beszélt. Szarvas Péter szerint nehéz, feszített tervezési időszak vár rájuk, a grémium a jövő év első közgyűlésén tárgyalja majd a pénzügyi helyzetet.
Ebben a koncepcióban bemutattuk azt, hogy nagyon óvatos tervezésre lesz szükség, és ahhoz, hogy a kötelező feladatainkra megfelelő forrás legyen, és az önként vállalt feladatainkra átgondolt és nagyon feszes költségvetést kell megalkossunk. Az nagyon fontos, hogy minden intézményünk működni tudjon a jövő évben, óvodáink, bölcsödéink, kulturális intézményeink, szociális intézményeink, gyermekélelmezés. Az is nagyon fontos, hogy forrásunk legyen a közvilágításra, az autóbusz közlekedésre, a hulladékszállításra, az utakjárdák, kerékpárutak kátyúzására, játszótereink üzemeltetésére. A fárszárul növények védelme is nagy hangsúlyt kapott az ülésen. A városvezető kiemelte, az önkormányzat eddig is óvta a fákat, a kivágott növények pótlásáról pedig minden évben gondoskodnak. Békés Csaba rendelkezik 150 hektár erdővel, ebből 10 hektár úgynevezett örök erdő van posteleken. Közterületeinken több mint 63 ezer fával lehet találkozni, de nem közterületen is rengeteg, több ezer, több tízezer fa van, amely segíti a környezet levegőjének megtisztulását, a széndioxid megkötését. Erre az értékünkre vigyáznunk kell, eddig is vigyázott az önkormányzat, ezután is vigyázni fogunk. Békés Csaba eddig is zöld város volt, az is fog maradni. Zöld város lesz Békés Csaba. A polgármester hozzátette, kijelöléses megbízás alapján arról döntöttek, hogy 2022. januárjától 2023. decemberéig az autóbusz közlekedést a Volánbusz ZRT látja el Békés Csabán. Békés Csaba fejlődési pályán van, hangzott el a Fidesz közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján. A 2021-es év költségvetését a takarékosság jellemezte, kezdte a tájékoztatót Hanó Miklós alpolgármester. Mint mondta, a város és a hozzátartozó intézmények gyorsan reagáltak a koronavírus járvány okozta helyzetekre, és Békés Csaba megőrizte stabilitását. Opauszki Zoltán arról beszélt, hogy 5 témában tett javaslatot a közgyűlésen, ezek közül az egyik egy digitális fakataszter létrehozása, amely teljes mértékben alkalmas arra, hogy a város zöldterületi növényállományának az állapotát rögzítse, feltérképezze, számtalan paramétert rögzítve, de még képi állományokkal együtt is kiegészítve, amely alkalmas kell, hogy legyen arra, hogy az önkormányzati fejlesztéseket, beavatkozásokat meg tudja alapozni, tehát tervezési folyamatot lehessen rá építeni. Harmadrészt fontosnak tartom azt, hogy ha már egyszer erdősítési célokra forrásokat is különítünk el, és örvendetes, hogy az önkormányzat ezt konkrét célként nevesítette, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a saját forrásainkon túl milyen pályázati források bevonására nyílhat lehetőség. Szente Béla képviselő úgy fogalmazott, Békés Csaba jelenleg fejlesztési pályán van. Én azt hiszem, hogy a város az elmúlt nehéz időszakot nagyon jól és nagyon korrekt módon tudta pénzügyileg is és szervezésileg is megoldani. Tehát a következő időszakban elég stabil lábakon tudunk állni, pontosabban stabil helyzetből tudunk tovább indulni, hogyha a veszélyhelyzetnek reméljük mielőbb vége lesz, és ez tulajdonképpen nagyjából egybeesik a következő évi költségvetéssel. A költségvetést februárban fogjuk jóvá hagyni. A költségvetést februárban hagyja jóvá a képviselőtestület. A Szövetség Békés Csabáért frakció olyan költségvetés elfogadását szorgalmazza, amely a biztonságos működés mellett a fejlesztésekre is hangsúlyt helyez. A kis és középvállalkozások esetében az iparőzési adó kulcsa 1%-ra mérséklődött, amely Békés Csaba költségvetésében 750 millió forintos kiesést jelent, mondta Fülöp Csaba. A képviselő hozzátette, a gépjárműadó bevételének hiányában további 200 milliótól esik el a város, és még kérdéses, hogy lesz-e központi kompenzáció. Szeretnénk azt is, hogyha az egyéb infrastrukturális és kommunális fejlesztések is megmaradnának nagy hangsúllyal a város életében, és erre forrás is lenne a költségvetésben, hiszen fontos, hogy azok a mikrokörnyezeti beruházások is folyamatosan meg tudjanak valósulni, amelyek a lakosság igényeit elégítik ki. Itt gondolok itt a kátyúzásokra, a térkövezésekre, a kerékpártároló telepítésekre, a játszótér felújításokra, és minden olyan kisebb-nagyobb igényre, amely a lakosságtól érkezik a képviselők és az önkormányzat felé.
Miklós Attila elmondta, a Városfejlesztési Kft. Csaba Park üzemeltetéséről bemutatott terve inkább csak egy koncepció, mint sem üzleti terv. Mi azt fogalmaztuk meg, hogy úgy kell a fejlesztéseket megvalósítani, úgy kell a hófánkpályát, a tansíppályát, a mászófalat vagy a drótkötélpályát üzemeltetni, hogy az térségi jelentőségen bírjon, olyan látványosság, olyan attrakció legyen, amely ide vonza a turistákat. Rendezvényhelyszínként jól vizsgázott a Csaba Park, ezért az lenne a cél, hogy minél több, nagyobb rendezvényt lehessen megvalósítani azon a helyszínen, hiszen erre alkalmas a terület. És ha már itt tartunk, azért, hogy egész éves látványosság legyen, muszáj olyan fedett attrakciókat is csinálni, amely ide vonza az idegenforgalomból érdekelteket a turistákat. Hozzátette, a parkban olyan fedett attrakciókra is szükség van, amely egész évben Békés Csabára mozza a turistákat. A 2022-es költségvetésben is fontos szerepet játszik majd a fejlesztések folytatása és a működőképesség megőrzése, mondták a Hajrá Békés Csaba Egyesület képviselői. Az önkormányzati képviselő szerint a fárszáró növények védelmével kapcsolatban meg kell vizsgálni azt, hogy milyen szakemberek bevonására van szükség. Juhász István elmondta, a képviselők egy történeti áttekintést láttak az előterjesztésben, amely tartalmazza a fakivágásokkal, pótlásokkal és a zöld terület növelésével kapcsolatos elképzeléseket. Fontos ez a kérdés, ezt a kérdést felkarolta az önkormányzat, felkarolta a közgyűlés, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy rövid időn belül végleges döntés, új önkormányzati rendelet születik, ennek a rendeletnek a megalkotásába pedig azokat a civil szervezeteket igyekszünk bevonni, akik szakmailag is támogatni tudják az önkormányzatnak ezt a törekvését. Szigeti Béla a 2022-es év költségvetési koncepciójával kapcsolatban elmondta, hogy az idejéhez hasonlóan kiemelt szerepet kap a működőképesség biztosítása és a fejlesztések folytatása. Hozzátette, új prioritás is lesz a jövő évben. 2022-ben is látni, hogy ezek a legfontosabb feladatok teljesüljenek, illetve, ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a környezet védelme, a zöld politika környezet tudatosság erősítése, ez egy új elem, ami mindenféleképpen prioritást kell, hogy élvezzen. Fontos, hogy az utánunk jövő generációknak úgy adjuk vissza a környezetünket, ahogy azt kaptuk az elődeinktől, illetve ahogy a közgyűlésen is elhangzott, az infláció ellentételezéseként kiemelten fontosnak tartjuk az intézményi dolgozók bérfejlesztését. Tehát 2022-ben erre is fontos lenne, hogy kerüljön forrás. A képviselő az infláció hatásaira reagálva fontosnak tartja, hogy a jövő évben az intézményi dolgozók bérfejlesztése is megtörténjen. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban még sok a bizonytalanság, mondta a Demokratikus Koalíció képviselője. Dancsó Tibor szerint egyelőre nincs értelme beszélni a jövő évi költségvetésről, mert sok a bizonytalanság benne. Borzasztó sok a bizonytalanság benne. Az idei év egész jól zárult, egyrészt adóbevételek is jól teljesültek, sőt, túl teljesültek, másrészt a kormány az évelején a koronavírus járvány miatt elvont tételeket valamilyen formában visszajuttatta, pontosan két tételbe a városnak. Ha ez a jövő évben is megismétlődik, akkor nagy baj nincs. De mi van akkor, ha nem? Már a központi költségvetésben is volt egy elég szép túlköltekezés, ez most a kormányzat is úgy döntött, hogy megszorításokat léptet életbe, beruházások maradnak el. Ez, hogy hogy fogja érinteni Békés Csabát, ez még a jövő kérdése. De hát évelején, mire a költségvetés készül, addigra többet fogunk látni. Az önkormányzat zöld törekvéseivel a képviselő egyetért, de mint mondja, nem kellene megállni a nagy szavak szintjén. 3 hétig úgy locsolt a lakosság, hogy semmi nem történt. Erre a város vezetése nem igazán mozdult rá, utána úgymond kapta kézbe, és kezdődött nagyon prima Facebook kampány arról, hogy mennyire elszántan locsol a város, és mennyire fontos ez az egész. Valahogy előre kéne tudni gondolkodni. Egyrészt lesznek még ilyen aszályok, tehát ezt a locsoló kapacitást, meg a fák ellátásának kapacitását növelni kell, ez biztos. Erre úgy nézem, van is
szándék, illetve tehát történtek is lépések. A másik, hogy akárhogy van, van nagyon sok öreg fánk, illetve beteg fánk, amit sajnos a kárveszély elkerülése miatt kénytelenek vagyunk csonkolni, gajazni, kivágni, tehát valami történnie kell vele. Ha ezt is tervszerűen végezzük, akkor sokkal előrébb vagyunk. A politikus arra is figyelmeztetett, ha ezeket a problémákat nem kezelik most, később nagyobb gondot okoznak majd. Ez volt a Szempont. Híreinket és műsorainkat megtalálhatják a behír.hu hírportálon. Következő adásunkkal januárban jelentkezünk. Köszönöm egész éves figyelmüket, tartsanak velünk jövőre is, viszontlátásra!